szóval. Visszatértem. Visszatértél. Édes csillagom, na figyelj, akkor Anitám. Most egy olyan operett következik, hogy amiben azt mondta az egyik szereplő, a másik szereplőnek, hogy miért nem ennek? Komolyan így csinált. Így csinált. Azt mondta, hogy srácikám, én boldog vagyok. Szóval volt benne egy ilyen dadogó szerep. Úgy hívták, hogy Bóni. A másik volt a Stázi. És ez pedig a Csátás királynő. Valamos egy élet volt. Meg nagy gyors is. Zajnev, Füsüki, Csillán, Ides, Süsüki, ami én szavadom, igen. Az egy tisztadom, nézd csak rám, ilyen férfi babám, de hogy Istenem, cici, trompám, ilyen férfi akarom, a frukkám, igen. Vagy esetleg ilyen dörd, nincs, aki tudja beszélni, azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldog.
És akkor most egy olyan dal következik, ami a Táncdal Fesztivál idejéből való. Nem mondom meg, hogy ki énekelte, mert az túl könnyű lenne ott kitalálni, viszont együtt énekelt Kóssal, Kovács Katival, nem Pofival és Kovács Katival, mert kimondtam, jaj, ez a Bernát. Na szóval, saját poénját elnöri, őrületni. Igen, ez egy Táncdal Fesztiválos dal, és nagyon szeretem, és hallottam erről egy nyilatkozatot, amikor is megkérdezték az előadótól, ugye, hogy érezte magát. Hát azt mondja, hogy bevallom őszintén, amikor láttam, hogy a zsűri könnyezett, akkor először úgy csodálkozott, hogy húha, ennyire rossz lehetett. De aztán ugye elmondták neki, hogy meghatódtak. Úgyhogy fogadják sok szeretettel a következő dalt. Hívjad az anyukát, mondd meg kérlek szépen, várok válaszát. Szolta bácsi, aki tegnap is telefonált, miért lett olyan szomorú az anyukát? Sírt is. Kérlek, siess hát, én biztosan elűzöm a bánukát. Üdvözlöm, Lord, üdvözlöm nálam én, külhinek szél zsigor.
annál szebb nem is lehet. A szívem, mint egy kő, kemény lett és hideg. Na mutasd, hogy! Új kalombok húzott, és én utána
követelik vissza a felépője gyárát. Hát szóval, hát nem engednek ki Anika. Szűnni nem akarom tapsnyirat. Úgy érzem magam, hogy a TV2-ből fogom. Jó, köszönjük szépen. Na, akkor egy nagyon szép dallatunk, akkor van még 4 órán. Nagyon szép dallal fogunk elköszönni. Eddig is szépek voltak szerintem, mert tényleg utaztunk a melódiák világában nagyon sok felé, tényleg 70-es évektől régi slágerek, operettek, műzike, mindenféle van, chanson is volt. Eddig. De legyen a Csoroszimasz a végére. Mi az a Csoroszimasz? Csoroszimasz, Csoroszimasz, hát már elkezdtem yes, a magyar. Nézését meg a járás. Az egy más járás lesz, jó? Az egy más járás. Úgyhogy nem, de viszont én azt kívánom, illetve azt kívánjuk Anitával, hogy húzzák csak ki virágos virradat! Aki hamarabb hazamegy... Hajjaj! Thank you.